nélkül besétál Georgievnek. Kell még elhelyezkedni a nyerekben, és akkor indulhat a futam. Start, elindult a nap második kincsenparki verseny, ez a nyeretlenek futama. A Déva Vára nagyon nehezen kap lábra, és azért ez végzetes lehet 1300 méteres távon. Estika csak úgy, mint legutóbb elmegy vezetni, Éjfél is nagyon-nagyon jó kezdet, és Éjfél az, aki ott belül el fog tudni majd galoppozni az érre. Éjfél, Estika az első két helyen, jó pozícióban látom Alkonkönyvt, kívülről Olaf is egészen szépen zárkózik, és a favorit is könnyedén tartja magát. Az 5.-6. hely környékén látszanak Nostra Ballerina színei, egyre inkább kiszakadni látszik egyébként top. Páző innen alig, ha fog felzárkózni. Éjfél vezet Estike társaságában, Éjfél, Estike, Alkonykönyv mellett most tud majd elsétálni Nostra Ballerina. Olaf sem igazán tudja tartani a lépést a fronttal, Mohávét is lovagolni kell. Métával ugyanez a helyzet, Galad mellé lassacskán felér a gyengén kezdő Déva Vára. A kanyar végén az utolsó 500 méter kezdetén Estike felgaloppozik most már a fáradni látszó Éjfél mellé, azonban könnyebben jön nála kívülről Nostra Ballerina. Estike, Nostra Ballerina a két favorit csatáját hozhatja majd a verseny utolsó 300 méterre. Belül Estike, mellette Nostra Ballerina, Éjfél tovább, és a harmadik Déva Vára érkezik majd meg mögé, amikor csak jó 200 méter van hátra, és szép lassan a legnagyobb kedvenc Nostra Ballerina fölénybe kerül Estikével szemben. Az utolsó 100 méteren már nem kérdés, hogy ki fogja megnyerni ezt a nyeretlen futamot. Nostra Ballerina könnyedén távolodik Estikétől, Nostra Ballerina fog majd hazaérni, Déva Vára nagyon-nagyon jön a végén, és Déva Vára megérkezik talán másodiknak, és megelőzheti majd Estikét. Éjfél a negyedik, az ötödik helyre pedig talán Méta érkezik meg. 7-es, 1-es, 5-ös lehet, tehát számokban kifejezve nem hivatalos befutás és sorrendünk, de ugye természetesen a második helyre célfotó van Déva Vára, illetve Estike között. Hát jó kis versenyt láthattunk, érvényesült a papírforma, és ez a jó származású 3 éves kanca végre elveszítette nyeretlenségét, ugye ő is egy steady az öreg csikó. Hát Déva Vára startjáért nagyon nagy kár, hiszen nagyon sok teret tett jó, és azért tegyük hozzá, hogy 1300 méteren ez nem egy egyszerű feladat. Megcsípheti a második helyet talán, valóban, hogyha nincs ez a gyeng... kezdés. Ha nem mondom, hogy megverik Nostra Ballerina, de hogy megszorongathatta volna, az egészen biztos. Estike kicsit elfárad a végére. Itt még úgy tűnt, hogy azért komolyabb ellenfele lesz a legnagyobb kedvencnek. Éjféltől ugye mondtuk, hogy jó futást várunk, handicap, hogyha így fut legközelebb, akkor akár majd nyerhet is. A második helyre célfotó az 1-es és az 5-es között. Az, aki még ott egészen biztatóan mozog a háttérben, Alkonykönyv mellé érkezik fel, jön előre egyébként, jövöget előre Méta, nincs ám messze ő a döntősöktől. Nézzük még egyszer a lassítást, hogy valóban elkapja pont a célban Déva Vára Estikét. Itt még nem. Én azt gondolom, hogy hát szoros azért az nagyon. Éjfél a negyedik, az biztos. Figyelem, a második futam nem hivatalos befutási sorrendje. 7-es, 1-es, 5-ös. Elkapja. Ismétlem, 7-es, 1-es, 5-ös. Pont a célban, és azért az a 7-1-5, tehát ahhoz képest a teljes papírform, hogy a 7-5-tel kezdett szinte mindenki. Az első oszlop alján láttam, majd mindjárt, akkor visszavált a tábla, akkor figyeljük, hogy pontosan mennyire fog ez rosszul fizetni, pedig hát ez a három ló papíron legalábbis messze-messze kimagaslotta a többiek közül. 1,7 a nyerőlónál a tétszorzó. Hát Georgiev is megkezdi a versenynyeknek a nyerését, és pont az idei, a mai turfír róla, hogy még eredményesebb lehet akár idén Georgiev, mint volt a korábbi években. 7-1, negyedik játék, 12,8 a befutóm. 7-5, és a 7-9 is megelőzte egyébként a 7-1-et, érdekes mód, és a 7-1-5 pedig majd 40-szeres pénzt ér. Érdekes, a végén Éjfélre sokkal inkább elkezdtek játszani, mint Déva Várára. Hajdi Lajos Istálójának nagyon-nagyon jól ment, ugye a Nemzeti Galoppligát Eminens mellett, ugye Hajdi Lajos és Stanislav Georgiev nyerte. És hát viszonylag régen lovagoltad a lovat, Giorgio. Milyen volt a verseny? Hogyan látod, mennyit tudott fejlődni az elmúlt időszakban a ló? Hát az utolsó fél év nagyon javult a ló. Most lett az igazi út, a munka mutatta magát.